Van itt ezen a csatornán ugyebár egy tradíciónk. A csatorna megalakulásának évfordulóján mindig gorcsa alá veszünk egy Shrek filmet, hogy utána visszanézzétek az előző évi videókat, és kacagjatok azon, hogy még nem mutáltam teljesen. Idén a Shrek 3 került terítékre, és hát sajnálom, hogy nekem kell letépnem a septapaszt, de ez a film nem jó. Szerintem. Mert igen, ne felejtsük el, hogy ez az én véleményem, és tiszteletbe tartom, ha te például jónak gondolod ezt a filmet. Attól még szerintem nincs igazat és hülyeséget mond. Szóval most ebben a pár percben szeretném gyorsan, de pontosan kifejteni, hogy a harmadik Shrek miért egy kriminális folytatás, és higgyétek el, eközben bőven ki fog jönni az, hogy miért egy pocsék dráma, miért egy pocsék vígjáték, miért egy pocsék Shrek film, meg így overall, miért egy pocsék film. Na, műsoridő van, népek! Herold király halott király fekszik fakó taván, és kéne egy örökös, s a legközelebbi örökös, nem más, mint maga Mr. Shrek. Ám de kedvenc zöld kopaszunknak hiányzik a miskolci lápélet Fionával, így elhatározza, hogy megkeresi a másik trónörököst. Ja, meg valami-valami apaság, valami-valami felelősség, valami-valami Prince Charming... Who cares, mondja az angol. Nos, mik is azok a jó folytatás kritériumok? Építeni a világot fizikailag, építeni a világot új témák behozásával, és nyomot hagyni a franchise-on. Jaj, hát fú, nem is tudom, melyik kezdjem, tök mindegy, mindhármat elcseszünk. Jó, hát menjünk sorba, építi-e fizikai... Nem. Most mondtam el, hogy nem. A második film világtágításai kivétel nélkül az első film után bennünk maradt kérdésekre válaszoltak. Pölö. Fiona egy hercegnő, tehát akkor biztos van egy királysága, nem? Léteznek Shrekken kívül mások is, akik így a tipik főgonosz sablomba ragadtak? Milyen menő lenne, ha így egy helyre gyűlnének? Tényleg, ha már így ennyi mesebeli cucc volt az első filmben, létezik ebben a világban varázslat? Ez így mind nagyon cool, jó. Na és akkor most szeretném megkérdezni a nagy érdeműt, hogy kinek volt az a drágalátos kérdése, hogy közép suli? Elárulom, spoiler, senkinek. És igen, ennyit kapunk. 10 perc, 1 suli, 0 értékelhető vicc, 1 síró rump. Ja, meg kapunk egy színpadot is, de... Tudom, hogy a kreativitásatok nem végtelen, de attól még a világotok az, és konkrétan bárhova elvihettetek volna minket, vagy már ha úgy érzitek, hogy mindent, de tényleg mindent bemutattatok, akkor világítsatok rá a már megismertre más szemszögből. Ja igen, ezt csinálta a negyedik film? Nos igen, a fizikai világépítés kuka. Na de talán akkor behoz új érdekes kérdéseket? Igen. Igen, amúgy behoz. Hopp, na erre nem számítottatok, ugye? Megéri rumpot nézni, tele vagyok meglepetésekkel. Mi jön következőre? Buh! Tehát igen, a film behoz több érdekes témát is. A legfőbb mind közül a hirtelen kapott felelősség kérdése. Shreknél az apaság, Arthurnál a királyság. A probléma csak annyi, hogy ez a film annyira jó a szálak összekötésében, mint egy ló. A ló nem tud szálakat összekötni. Ebben a filmben van három karakter, Shrek, Arthur és Szőke, that's all folks, a többi karakter nincs. Fionának egyértelmes jelenete van, az nem karakter Eve, az karakter pont. És pont leszarom, ha. Szamár és Kandúr testet cserélnek, mert... Őszintén nem tudom, talán vicces akar lenni, mert nem az! Nem az! Feleslege! Merlin kínos! Nagyon kínos! És még a történethez sem hajlandó semmit hozzátenni, azon kívül, hogy néha így hopp, expozíció! Herold király halála az egyik legízléstelenebb dolog, amit filmen valaha láttam, a hercegnők és a főgonoszok pedig tökéletes tapéta karakterek a film 80%-ára. Nos, és akkor a maradék 3. Szőke alkalmazása. Lusta. Semmilyen szinten nem kapcsolódik Shrekhez témailag, értem itt például, hogy Shrek apa lesz, és akkor betobunk egy olyan karaktert, akin keresztül tud tanulni a felelősségvállalásról, mondjuk. De itt kiveszed a filmből Szőke karakterét, beteszel bárki mást a helyére, és az egyetlen dolog, ami változik, hogy nem kell végigülnöd azt a tetőpontnak csúfolt tortúrát, ami kb. Pont annyira fájdalmas, mint egy ló. A ló fájdalmas. Aztán... Arthur. Tök jó alapkoncepció lenne, hogy a karakterének adunk egy keretet két beszéddel. Az egyik kaka,
a másik klafa. Viszont hogy melyik testnyílásából rántotta elő hirtelen ezeket az ultrafejlett diplomáciai képességeket, az nekem még a mai napig rejtély. Vagy így véletlenül ki lett vágva az a rész, ahol kiderül, hogy Merlin valójában Arisztotelész, és így előrítjed neki egy 25 perces retorikai órát? Na, az úgy tudom, hogy inkább azt nézed, mint ezt a vérkint. Na és végül, drága jós Rekike. Nem hívom itt többet. Hát ő azért tanult sokat a felelősségről, és az apaságról, és a szeretetről. Azért, na, én se tudom tagadni, hogy egy minimális kémia volt Artival, meg azért megtudtunk néhány dolgot a királykodásról. Csak egy probléma van, hogy sem egy 17 éves, sem egy ország nem olyan, mint három nyáladzó ogre bébi! De hát pont te mondtad, hogy ez a felelősség vállalra, ne is fejezd be ezt a mondatot, lelkem, mert ha nem vetted volna észre, Shrek a film végére a birodalmat otthagyja, Arthurt bármilyen uralkodói tapasztalat nélkül otthagyja, és az egyetlen dolog, amit nem hagyott ott, azok a gyerekei, ami viszont spoiler, egyáltalán nem az ő döntése! De igen, elmondja a film elején, hogy nem tudja, hogy történt, ami hivatalosan is kánonnál teszi azt, hogy Shrek nem húzott ogre offszert, és nem hagy semmilyen nyomot a franchise-on. Még nem is arról van szó, hogy a negyedik film direktbe leszarta, de nem volt mire visszautalni. Holy crap, Samar, emlékszel, amikor ott voltunk egy hajón, és nem csináltunk sem? Nos, én... Nem. Én tényleg megpróbáltam nyitott lenni, de ez a film úgy rám csapta az ajtót, mint nagyanyám a fagyasztott féldisznóra. Szóval így már csak egy kérdés áll előttünk. Vajon a Shrek 4 egy mestermű lesz, vagy egy katasztrófa? A franchise megmentője, vagy egy végleges elpusztítója? Ki lehet ebből hozni még egyáltalán egy elfogadható filmtrilógiát, vagy hagyjuk az egészet a francba? Nos, mindent kifejtek nektek pontosan egy év múlva. Léci, maradj tök izgi lesz.